Az induláshoz készülődnek a PET Kupa önkéntesei hétfő délelőtt Záhonyban, a Tiszaparton. Ez már a 8. ilyen esemény. A 2013 óta tartó időszakban újrahasznosított műanyag flakonból már 100 hulladékhajó készült el, több mint 1 millió palactól és 85 tonna hulladéktól szabadult meg a folyó és ártere. A járványhelyzet miatt idén ugyan kevesebben nevezhettek, a célok azonban nem változtak, már ami a szemét mennyiségét illeti. Idén körülbelül 8-10 tonna szemétre számítunk. Ennek az évnek az a különlegessége, hogy a Fetivízig az OVF elkezdte az árvíz idején lehalászni már a folyóról a hulladékot, tehát ez az az utolsó szakasz, ami az évek alatt fölrakódott, felgyülemlett hulladékot még tartalmaz az ártér. Ezt próbáljuk az idén összeszedni, és reméljük, hogy ennek a kupának a végén lezárul egy korszak, és sokkal kevesebb lesz az ártérből kiszedendő hulladék mennyisége a következő években. Egyes résztvevő versenyzők már 7 évvel ezelőtt is tagjai voltak az akciónak, és azóta is minden évben részt vesznek a nyári viadalon. A Tisza 2 nevű csapat hosszú ideje elhivatottan küzd az Ukrajna felől érkező hulladék tömeg csökkentéséért, a környezet kímélése mellett pedig a jó hangulat is összetartja a tagokat. Család és baráti társaságból verbúválódott ez a Tisza 2 nevű csapat. Igazándiból én 11-ben megépítettem az első PET hajót a Tiszán. Akkor még egyedül, kizárólag barátokkal mentünk végig a Tiszán, 100 kilométert körülbelül. Ezek után fogalmazódott meg baráti kapcsolatok révén maga a PET Kupa ötlete, ami 13-ban indult. 30 éve járjuk a Tiszát, régen még kenuval, én nagyon szeretem ezt az életformát, a vízitúrát. Sajnálom, hogy egyre kevesebben vesznek részt, és hogy ennyi a szennyeződés. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet. A PET kalózók munkáját évek óta támogatja az Innovációs és Technológiai Minisztérium is. A közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár az indulás előtt arról beszélt, a PET Kupa önkénteseinek munkája igazodik a kormány törekvéseihez, amely nem más, hogy a következő években országszerte jelentősen csökkentse a hulladék mennyiségét. A Tisztítsuk meg az országot program az, amelyet hamarosan el fogunk indítani. Ugye ennek már a megnyitása, hogy úgy mondjam, megkezdődött. Államtitkárasszony, Boros Anita államtitkárasszony bemutatta azt az applikációt, amelyen keresztül az illegális hulladékokat be lehet jelenteni. És ezt mi nagy területekre koncentrálva, ugye az állami erdészetek, a nemzeti parkok területe, a magyar közút, a magyar államvasutaknak a területe, vagy az önkormányzatok, amely önkormányzatok jelentkeznek, és egyébként ezek mellett pedig a folyók, az országos vízügyi főigazgatóság jelentik azokat a területeket, azokat a nagyon nagy projekteket, ahol mi szeretnénk ezt a programot megvalósítani. Ugye ennek az eredményeként mi azt várjuk, hogy már az idei évben látványosan el tudjuk tüntetni az illegális hulladékot az ország minden területéről. A résztvevők összesen 84 kilométert tesznek meg a Tiszán. Az első napon Tuzsérig hajóznak el, majd a hét során Dombrád, Ibrány, Cigánd, Balsa és Rakamaz érintésével jutnak el Tokajig.